A rájátszás 6 idegenbeli meccséből mindössze egyet veszített el a Kosársuli, a Farkasinszki Orsolyát akkor nélkülöző nyíregyháziak 10 ponttal kaptak ki a Peaspics otthonában. Így a visszavágás vágya is fűtötte a házigazdát, amely 25-20-ra elveszítette az első negyedet. A második 10 perc 2 ponttal az NKS élet, de igazán a fordulás után vették fel a kellő fordulatszámot a hazaiak. A harmadik negyed végén 4 ponttal vezetett Farkasinszki Gyuláni együttese, és a záró szakaszban újabb 2 pontot hozzá tudott tenni előnyéhez a nyíregyházi gárda. A hazai csapatban Papp Klaudia, Farkasinszki Orsolya, Fekete Dóra és Takács Anna kiemelkedően játszott, de a többiek is hozzátették a magukét a győzelemhez. Erre szükség is volt, mivel az ellenfélnél több, az élvonalban szerephez jutó kosaras is pályára lépett. Olyan játékos volt a 10-ből 5, aki az NB1-ával edzés játszik, és NB1-át. Tehát ugye az egészen más ritmus, egészen más dobáspontosság. Nekünk ezzel kellett fölvennünk a versenyt. Tehát itt azért ez egy ilyen kétesélyes volt. Reménykedtünk abban, hogy hazai pályán meg fogjuk tudni nyerni ezt a mérkőzést. Ugye most sikerült már az Orsinak is játszani, hogy ő idegenben nem tudott velünk utazni, mert annyira nagyon messze volt, hogy ezt a mérkőzést ki kellett hagynia. De most ugye itt hol hazai pályán be tudta vállalni. Hát Istennek a Detti is felépült ugye a sérüléséből, tehát ő is rendelkezésre állt. Tehát Istennek az elmúlt 12 játékosat tudtunk neki vágni ennek a mérkőzésnek. Azt jelentett, hogy volt csere lehetőségünk is, tehát hogyha olyan szituációba kerültünk, akkor lehetett cserélni is. Készültünk ellenük egyébként, mert ugye ott tapasztaltuk, hogy a kinti dobásaik azért igencsak veszélyesek, tehát hogy ezzel ellen meg kell próbálni hatékonyan védekezni. És ugye megpróbáltunk egy olyan védekezést a harmadik negyedben, ami meglepte őket, és amikor tehát a harmadik negyed elején sikerült azt a különbséget megteremtenünk, ami a végére is kitartott. A nyíregyházi kosársuli csoportjában jelenleg a harmadik, összesítésben pedig a 12. helyen áll a tabellán. Papp Klaudiáikra 2 meccs is vár a hétvégén, szombaton 15 órától, a Pinkesét, vasárnap 16 órától pedig a Tatai Esét fogadja a Szent Imre Gimnázium csarnokában az NKS.